Mindenkit sok szeretettel üdvözlök! A mostani Android videóban a pop-up window-val fogunk megismerkedni, hogy hogyan is lehet ezt életre kelteni a Xamarin Android rendszerébe. Indítjuk is el a Visual studio -t, ezt én már előkészítettem, és hozzunk létre egy új projektet. Ugye Android Application lesz, és a neve pedig sandroid.pop.com pop. App, Window, adjuk neki ezt a nevet, a desktopon fogom elhelyezni. Jó, van elérhető újabb Android, verzió, Most itt nem frissítünk, és akkor elkezdünk a pop-up window-val megismerkedni. Nagyon nem kell valószínűleg bemutatnom ezt a felhasználói felületet, hiszen egy ablakról van szó, amely egy adott helyen fölugrik és információt mutat meg a felhasználó számára. Első lépésként gyomláljunk ki mindent, amire nincsen szükségünk itt az Activity egy fájlon belül tulajdonképpen a set content view metódusig bezáróra mindent lehet törölni. Én ezt az activity egyet átnevezem main activity-re, hogy még egyértelműbb legyen. Így -ni. És szépen belemegyek a layout mappába, az erőforrás mappán belül, és a main xml betöltöm. Miközben töltődik a grafikus tervező, egy érdekessége hívom fel a figyelmet, már itt is van, hogyha a forrás nézetbe megyünk, akkor nem feltétlenül kapunk mondjuk kód kiegészítést az Android begépelése után, viszont hogyha bezárjuk, és úgy fogjuk megnyitni, hogy OpenVit XML Text Editor, akkor, hogyha begépeljük azt, hogy Android, kettős pont, már is ki tudjuk választani, hogy ugye milyen tegek közül lehet választani az Android névtéren belül. Most pedig itt válasszuk is ki az onClick teget, és adjuk meg azt a metódust, amelyet a main activity-be meg fogunk valósítani, azaz, ami a gombunknak a kezelője lesz. Na ezt még egyszer megpróbálom értelmesebben elmondani. Tehát, hogyha az onClick taghez megadunk egy string értéket, akkor amikor betöltődik ez a main euh, layout, amelyet egy XML-be épít fel az Android rendszere, akkor a gombnak, ugye itt, van, itt lehet látni, hogy egy gombról van szó, az onClick eseményét össze tudjuk fűzni egy metódussal. Tehát, hogy mi hajtódjon végre, tehát annak a metódusnak a nevét kell ide beírni, amely ugye le fogja kezelni ezt az eseményt. És így szépen ketté lehet választani a layoutot a kódtól, hát ilyet sokat láttunk WPF Silverlight rendszerekben, de van ilyen kis édesítőszel az Androidban is. Tehát Mindjárt meg is fogjuk nézni, hogy ez hogyan működik a valóságban. A gombunknak még adjunk mondjuk egy nevet, legyen a neve az, hogy button pop up window, jó hosszú név, ez lesz a neve, és hát itt a stringnek pedig azt fogjuk beírni, hogy show pop up. Window. Most nem emeljük ki előfordásba, ezt nézzétek el nekem. Tehát nézzük meg most, mit is ügyködtünk össze grafikusan, és van egy gombunk, amit hogyha mennyomunk, akkor egy pop-up windowt fog megjeleníteni a felhasználói felületen a rendszert. Most már csak össze kell raknunk azt a layoutot, amely ugye le fogja írni a pop-up windownak a kinézetét. Ehhez adjunk hozzá a layout mappához egy new itemet, és ez pedig nem más lesz, mint egy Android layout. A neve pedig legyen az, hogy pop-up window. Így -ni. okézzuk le. Itt is menjünk a forrás nézetbe, és itt kéne összepakolgatnunk azt, hogy hogyan is nézzen ez ki. Én ezt, hogy a videó ne legyen túl hosszú és unalmas, előre elkészítettem, Kimásolom ezt az XML-t, és mindjárt megbeszéljük, hogy mi a tartalma. Visszajövünk, így -ni bekopízzuk, és akkor meg lehet nézni a design nézetbe, hogy miről is van szó. Van egy textiu, aminek be van írva az érték, hogy ez a pop -nek a title mezője, ide lehetne valami címet adni, egy képet jelenítünk meg, ugye ez a kép a Drawable mappában látható ikon PNG, és alatta van egy OK gomb, amelyet, hogyha megnyomunk, akkor szépen majd be fog csukodni ez a pop-up window. Most senki ne meg, hogy ugye egy Activity layout hasonlóan jeleníti meg a designer ezt, a, ezt az XML-t, ezt igazándiból majd mindjárt összeáll a fejünkbe, hogy az XML-ből hogyan is fog létrejönni egy view az Android rendszerébe. Ez csak egy ilyen előnézet, hogy nagyjából jó munkát végeztünk e A forrás nézetben egyébként szépen látható, hogy van egy lineáréautónk, ugye ez szépen ö, egymás alá mellé rendezi az elemeket, ebbe van a text view, itt van a pop-up title, ebbe van egy image view, meg van adva a forrás, hogy honnan vegye az, az előforrást, és egy buttonunk van, ahol most ugye egy text érték van beírva hogy oké, okay. és a azonosítója pedig az, hogy button pop-up oké. Okay. Erre majd később szükség lesz. Rendben van. Akkor most menjünk vissza a main activity-be. Hozzuk létre azt a metódust, ami lekezeli majd a button a onclick eseményét. Ugye egy eseménye nagyon könnyen föl lehet hivatkozni, de mi most nem ezt tesszük, hiszen XML-be adtuk meg a kezelőnek a nevét. Annak a metódusnak a szignatúrája, amelyet ugye léte kell hoznunk, a következő lesz onclick, és paraméterként kap egy view elemet, és szépen már is készen is vagyunk ebbe a kódba szokás megnézni, hogy milyen view-tól is érkezik ez az esemény, hiszen több UI jelennek is be lehetne, vagy gomna be lehetne állítani ezt az onClick metódust, és a metóduson belül döntenénk kell, hogy éppen milyen logikát valósítjon is meg ez a metódus, attól függően, hogy melyik gombtól érkezik az üzenet. Tehát itt kérdezzük le azt, hogy a view, ugye ebbe az esetben egy van egy ID-ja, ez egyenlő-e a resource.id, és ugye nekünk itt még nem látszik, a my button van beírva, mindjárt kiavítom, ugye ö, menteni kell, mindjárt megnézzük, hogy frissült-e az erőforrás állomány, még nem, akkor egy F6, így van, most már észrevette, és itt van az, hogy button pop-up window. Tehát ez az, ami ugye a main layouton található, és ez fogja majd megnyitni az ablakunkat. Akkor most írjuk is meg az ablak kezelő ö, metódust, jobban mondva azt a logikát, amely ezt a pop-up window-t föl fogja építeni. Ehhez szükségünk lesz egy layout, inflater ö, nevű ö, példányra, mindjárt elmondom, hogy ez micsoda, ez pedig a dísz, tehát ennek a kontextusát meghívva a get system service-től kaphatjuk meg, mégpedig úgy, hogy kontext, pötty, layout, inflator service. Így, né? ez pedig még, ha minden igaz, így van, kasztolni kell egy layout inflator objektummá. Így van. Na most ugye a layoutot nem kell magyarázni, ez az inflator pedig ilyen felfújó, felfújás jelent. Nem más cél szolgál ez, mégpedig az, hogyha egy layoutot leírunk egy XML állományjal, akkor képes ezt az XML-t egy view egy, egy léja után felfújni, fölépíteni ez az osztály. Tehát igazán ez egy furcsa elnevezés, röviden az xml be leírt felületeket tudjuk felépíteni a segítségével. Most hozzunk létre egy view-t. Pop-up legyen a neve, ugye ez lesz a pop-up. Inflator. Inflate, akkor induljon a fújás. És megadjuk a resource layout, és ezen belül a pop-up window layout, -ra, layout -ra mutató előforrást, így -ni. és még egy dolgot kér bemenő paraméterként, hogy van-e gyökére, nem, most ez pedig null lesz, és akkor most már, ha minden igaz, akkor nincsen hibánk, rendben van. Ezután létre kell hoznunk a pop-up window-t, ebből is kell egy példány, pop-up Window. De igen, ahogy a látom, nagy hibát követtem el, mert ezt a namespace-szel megegyezik, ezért ennek legyen a neve az, hogy pop-up window demo. Így mi? Átnevezzük. Igen. Hát igen, erre figyelni kell. És akkor most jön az, hogy pop-up window, most már megtalálja szépen. Pop-up helyett legyen ennek a neve az, hogy ugye window, mert már pop -upunk volt egyenlő new pop-up window, és akkor hát itt vannak a különféle konstruktorok, amelyekkel ugye létre lehet hozni ezt az objektumot. Az első és a legfontosabb, hogy át kell nekünk adni azt a view-t, amit ugye felfújtunk, tehát ide bejön az, hogy pop-up, nagyon jó, és mi azt szeretnénk, hogy vrapolja a kontentet ez az ablak ennek kellene valahogyan megadni az attribútumait, ha végignézegetjük ugye a különféle konstruktor lehetőségeket, akkor bizony olyat nem látunk, hogy web content, vagy left, right igazítás, tehát egy igazán egy enumerációra várna az ember, de ugye nekünk, ami jó lehet, ez a view, content view, ebbe megy a pop és akkor itt van két int, hogy vit és height, hát igen, ugye ide az ember azt gondolja, hogy meg kell adni a szélességet és a magasságot, de helyett beírunk egy következő szamaninos magic hívásnak, hívom én ezt csak, ez nagyon nem volt magától értetődő a számomra, hogy window, manager, layout params, tehát ennek az osztálynak, meghívjuk a wrap content ö, értékét, majd szépen ezt bemásoljuk még egyszer. Így, és készen van a pop-up window ami egy, ugye, amely ugye össze fogja wrappolni a contentet ö, ö, vízszintesen és magasságilag. Akkor most írjuk meg a Pop-up lévő button hatására mi is történjen. Ugye azt szeretnénk, hogy bezáruljon az ablak. Ezt a hagyományos módon tesszük meg. létrehozunk egy Button, Dismiss. Így. És a pop-up-nak a Find View by ID metódusának a segítségével. Kikeressük ezt a gombot, Resource, ID, és itt van az, hogy button, pop-up, OK. Ugye ez volt az OK gomb rajta. És szépen erre fogunk föliratkozni most, ahogyan már megszoktuk. Hoppá, kód kiegészítés néha nem azt csinálja, amit az ember szeretne. Igen, és ezt most nagyon neki szaladtam, hiszen még kell egy klikk is azért ide. Így. És akkor ide fogjuk megírni a következő kódot, hogy window, ugye pop-up window, és meghívjuk a Dismiss metódusát. Ezzel bezáródik az ablak, de mi nem vagyunk mindig készek, hiszen meg is kell jelenítenünk ezt az ablakot, és akkor megint most jön egy érdekes dolog, hogy window ugye ez a pop-up window, show ezt drop-down, tehát mintha legördülő, leeső lenne, megadjuk ezt a, a megadjuk azt a view-t, amihez hozzá fog ö, horgonyként kapcsolódni ez a pop-up window, és ez nem lesz más, mint az a gomb, amivel megjelenítjük ezt a pop-up window -t. Ehhez még szükségünk van a gombra, és annak a referenciájára. Hozzunk itt létre egy olyan változót, hogy privát, button, button, pop, mondjuk legyen ez a nagyon kreatív neve, és itt ezt a gombot szerezzük meg, button pop egyenlő this, tehát ennek a kontextusnak a find view by id metódusával szépen kiszedjük a button pop-up window gombnak a referenciáját, ezt megszereztük. Nagyon fontos, hogy ezt akkor lehet meghívni, ha itt már átadtuk a main layoutot a set content view-nak, és abból ugye ez az activity azt felépítette, és akkor itt már nem null referenciát kapunk, megvan a gombunk. Na most a pop-up ehhez fogjuk hozzáhorgonyolni, button pop, Oké, okay. és megadjuk az eltolást x és y irányba, kezdésnek legyen ez 50, vesző mínusz 30. Ma mindjárt megnézzük, hogyha változtatjuk az értékeket, akkor mi történik. Azt gondolom, hogy egészen szépen áll az alkalmazásunk, ideje megnéznünk, hogy, hogy működik. Indítsuk el. Nálam az emulátor már be van töltve, tehát reményeink szerint hamar láthatjuk a munkánk eredményét. Azt hiszem, itt is van, be is hozom. Az outputot nézzük, hogy éppen mi történik. Na. Így, mi? megérkezett minden. Tehát ez a gombunk, ez a show pop-up window, nyomjuk meg, és kapunk egy sorry, az applikáció összeomlott. Mit rontottunk el? Hát ez nekem egészen komoly felfájást okozott, hogy ez a kód miért nem fordul, hiszen jávába, ha jávába írjuk ezt meg, akkor itt, itt igazándiból nagy hiba lehetőségünk nincsen, ennek mennie kell. És itt jön a szamarinnak a sajátossága, amit igenis meg kell tanulni. Tehát bizonyos esetekben azért egy 10 perces kód bőven nem 10 percig fog tartani, hogy megírjuk és teszeljük, mert egyszerűen kapunk egy olyan hibaüzenetet, amit nem nagyon tudunk hova tenni. A megoldás a következő. Ugye alapvetően az XML-be hoztuk létre ezt az on-click eseménye való feliratkozást, és ez is generálja a hibát. Tehát nem a kódunkban van. Ha betennénk ide egy breakpöttyit, hát meg is teszem azt, hogy tanuljunk, akkor azt fogjuk látni, hogy előbb összeomlik, mint hogy ide bejussunk. Tehát igazándiból az XML-ben van a hiba. De nem hiba, mert ott is minden rendben van, csak itt a kódba kell egy picikét szamarin speciális részeket elhelyezni, hogy ezt a hibát kiküszöböljük. Tehát itt vagyunk, megnyomjuk. Sorry, összeomlott az alkalmazás, de itt se voltunk. Na most, az onclick nak a szignatúrája teljesen jó. A következő attribútummal kell ellátni, hogy itt ne legyen semmi gond, tehát java.interop.export, és ide szépen be kell írnunk annak a metódusnak a nevét, amit megadtunk az XML-be. Tehát nem kell megegyeznie azzal, amit itt írunk. Jávába, ugye, ha natívan ott fejleszünk, akkor meg kell egyeznie, de itt igazándiból ezzel az attribútummal mondjuk meg az Androidnak, hogy bizony, mi erre a metódusra gondoltunk. Magától ezt nem fűzi össze. Igen, ezt direkt csináltam, kapunk egy üzenetet, hogy bizony, itt a Mono Android Export DLL-re, viszont fel kell vennünk ezt a dll az a referenciák közé. Adjuk is hozzá. Mono Android export. Oké. Okay. És igazándiból innentől kezdve ez a hiba jelenség meg kell, hogy szűnjön. Most még ugye a gyázi emulátorral dolgozunk, de már nincsen messze az az idő, amikor lecseréljük, hiszen azért ennél kicsit tempósabban is végre lehetne ezeket a dolgokat hajtani. Na, oké, itt a gombunk, megnyomjuk, és tantamtam megjelent a pop findunk, és szépen ugye a kontentet összerappolva jeleníti meg, és ha megnyomjuk az okét, okay akkor ez el fog tűnni. Oké, okay, tisztában vagyok vele, hogy nem túl szép, de igazándiból ez így működik, és a grafikusokra bízzuk a szépészeti dolgokat. Most százra állítom x irányba az eltolást, hogy megértsük, hogy ez hogyan működik, és célszerű ezzel kísérletezgetni is, hogy valóban ugye elsajátítsuk ezt a tudást. Na, följöhetne ez az ablak. Itt van, megnyomjuk, és akkor már lehet látni, hogy ugye x irányba még jobban eltoltuk ezt a pop-up ablakot, és leokézzuk. Zárásként pár gondolat, tehát ugye magát a layoutot, a pop-up nak a layoutját egy XML-be írtuk le. Ebbe semmi extra nincs, ugyanúgy kell, mintha egy activity-nek a felületét írnák le. Ebből az XML-ből egy layout inflater nevű osztály segítségével hozzuk létre magát a view-t, ugye fölfújjuk az XML-t egy layouttá. Ezen az elnevezésen tegyük túl magunkat, és használjuk úgy, mint egy layout buildert, hogyha ezt könnyebb elfogadnunk. Ezután létrehozzuk a pop-up Na ebben van szamai specialitás, mégpedig ez a két mondjuk úgy, hogy érték, amelyet ugye ezt a web contentet úgy tudjuk megadni, hogy window manager layout params osztály dot web content, ugye itt nem csak ezek vannak, hanem több minden ilyen enumerációs érték, mondjuk így, kicsit csúnyán itt, itt található meg. Oké, okay. kikeresünk a gombot, ami a layouton van, erre a hagyományos módon iratkozunk fel, egyébként erre az exportra csak akkor van szükség, hogyha XML-ben az onclick taghez megadjuk a metódusnak a nevét, ugye akkor fűzi össze a rendszer, és... Igazándiból ez volt még az a specialitás, amely ugye megnehezítette a szamarinban ennek a példának a elkészítését. Most azért mondjuk nem is nagyon kell bemutatnom, mert arról gondoltam, hogy átírom ennek a metódusnak a nevét, és akkor szépen lehet látni, hogy igazándiból az export, exportba megadott érték számít, nem pedig ami ide van írva, de hát ez már önmagában el van írva, viszont akkor most azt csinálom, hogy ezt helyesen írom be, és ezt pedig kiveszem, hogy mindenki elhiggye, hogy valóban nem azért kreselte össze az alkalmazás magát, mert nem egyezett meg a szignatúra azzal, amit ugye elvált volna a rendszer. Indítjuk. Jó, megnyomjuk. Sorry, üzenet. Visszalakjuk. Ctrl D-vel rendezzük, lementjük. Egy kódnak szépnek kell lennie, rendezetnek. Még ha csak egy demo alkalmazásról is van szó. És hát nagyon érik, hogy lecseréljük ezt az emulátort. Na, oké, okay, megnyomjuk, és itt van. Azt gondolom, hogy nem kell ezt a témát tovább ragozni, mindenkinek érthető ez a demo alkalmazás, és azt a szamarin specialitást, tudást is azért sikerül talán átadnom, amelyen nagyon sok időt, meg lehet spórolni, mert azért nem rövid idő, amíg az ember ezt kiguglizza, a Samarin doksiát olvasgatva rájön, hogy hop hop hát ide kell egy export attribútum. Köszönöm szépen a figyelmet, és tartsatok velem legközelebb is!